Befejeződtek az energiahatékonysági fejlesztéseket támogató beruházások a leghátrányosabb helyzetű kistérségek és Pest megye iskoláiban. Az Európai Uniós forrásból megvalósult KEOP beruházásban három párhuzamos projekt valósult meg, amelyek Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Pest megyékben segítették az oktatási intézmények energetikai korszerűsítését. A projekt átadó záró rendezvényt 2015. október 30-án a programban résztvevő Turai Hevesi György általános iskolában tartották. Cunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár a rendezvényen kiemelte, nem csak azért szimbolikus ez a beruházás, mert hátrányos helyzetű régiókba, kistelepülésekre, iskolákra fordították, hanem azért is, mert nevelési szempontból is fontos szerepe van. Az, hogy az iskolákban, közintézményekben, középületeken egy a fenntarthatóságot, a megújuló energiák és a nyílászáró cserével a szökőenergiáknak a megakadályozására ide fordítjuk, ez egy nevelési eszköz is, hiszen a gyerekek azt látják, hogy fontos a felhasznált energia, fontos a környezettudatos és környezeti szempontokra is figyelő települési és közösségi munkaszervezés. Éppen ezért azt gondolom, hogy az iskola a leghatékonyabb, nem csak a működtetés, fenntartás pénzügyi vonalán a leghatékonyabb és legmegtérülőbb beruházás, hanem ha a gyerekek jó időben, jókorán találkoznak az energiatudatossággal, akkor ez nem csak a tananyag során, hanem a mindennapi életük során is be tud épülni az életükbe, és így ők már felnőttként sokkal inkább élvezik ennek előnyét, és sokkal tudatosabban tudják a környezetbarát szemléletet a mindennapjaikba, családi életükbe és a közösségi életbe bevinni. A Klebelsberg intézményfenntartó központ mintegy 2200 intézményt működtet országszerte. A most megvalósult fejlesztés ebből 18 településen összesen 21 iskolát érintett. A végbe ment beruházások azonban nem csupán a működési költségek csökkentéséhez járulnak majd hozzá, hangsúlyozta Hanesz József, a Klik elnöke. A forintok megtakarításán kívül egy nagyon-nagyon fontos nevelés célzattal készült beruházásról is beszéltünk, mert a gyerekeinket megpróbálhatjuk megtanítani a környezettudatos életmódra, de ha nem tudjuk nekik megmutatni, az elmélet az ilyenkor hajítófát sem érhet. Azt gondolom, hogy ma egy kisdiákunk, amikor ezt az épületet kívülről megnézi, és ugye igazgató az, hogy erre különös figyelmet fordít, mint mesterpedagógus, hogy a gyerekek érzékeljék a saját bőrükön, hogy mit jelent egy ilyen beruházás az életükben. Nyilván nekik, hogyha azt mondanánk, hogy ezekből a beruházásokból több mint 100 millió forintot spórolunk meg éves szinten energiakiadás oldalon, ez számukra kevésbé fogható, mint hogy meg tudja nézni, hogy hogy néz ki egy korszerű iskola. Kajdi Ákos, a Klebelsberg intézményfenntartó központ pályázatkezelő főosztályának osztályvezetője köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták a beruházások megvalósulását. A műszaki paraméterek kapcsán Lukács Sándor, a Klik KEOP projekt vezetője kiemelte, a tervezés és a munkálatok során a megújuló környezeti erőforrások előállítására fektették a fő hangsúlyt. Többek között a napenergia hasznosításával igyekeznek az intézmények energiatakarékosságát növelni. A Turai Hevesi György általános iskolában például 176 darab napelemet és 4 napkollektort telepítettek. Gyakorlatilag 26 helyszínen, 19 kivitelezővel, 26, hogyha a Klebelsberg intézményt is belőveszik, akkor 27 megrendelőt képviselve dolgoztunk, és ami egyáltalán nem biztos, hogy látványos, de nagyon-nagyon nagy eredménynek számít a mi szemünkben az az, hogy mindenhol határidőre, mondhatom kiváló minőségben, és talán egy helyszíntől eltekintve, ahol egy rajtunk kívülálló baleset történt, de zökkenőmentesen át tudtuk adni az összes beruházást, és ezt én nagyon-nagyon nagy dolognak tartom. Az oktatásba való befektetés a jövőbe való befektetés. Emelte ki Cerván György, agrárgazdaságért felelős államtitkár, Pest megye 9-es számú választókerületének országgyűlési képviselője. Ebből a választókerületből Úri, Nagykáta, Galgahéviz és Tura is érintett volt a projektben. Ez a 4 település körülbelül 20%-os arányban részesült a fejlesztés összegéből. Én különösen fontosnak tartom azt, hogy amellett a tényleg hátrányos térségek mellett, mint Borsod, Szabolcs-Szatmár, Nógrád, Békés megye gondoltak,
arra is, hogy itt Pest megyében is vannak azért problémák, ezt mi itt élők jól ismerjük. Nyilván más jellegű problémák, mint az előbb felsorolt térségekben, illetve megyékben, de sajnos az unió szabályozás olyan, hogy meglehetősen mostohán bánik ezzel a térséggel. Ugye ez a közép-magyarországi régiónak a problémája, Budapest fejlettsége annyira felhúzza az átlag fejlettségi szintet a közép-magyarországi régióban, hogy bizony a rendelkezésre álló forrásoknak csak egy töredékét kaphatja meg a közép-magyarországi régió is, ezen belül is még ugye osztozni kell Budapesttel is. Ez általában a mi térségeinknek, a mi településeinknek, főleg az én választókerületemben, amely hát most már igen nagy lett, 21 település és egészen Tápjógyörgyétől Galgahévízig, ez van vagy 70 kilométer hosszába, de keresztbe is van vagy 50 kilométer, ez nagyon komoly problémát okoz. A Környezet és Energia Operatív Program részeként Európai Uniós forrásból megvalósult projekt összköltségvetése 2,7 milliárd forint volt. Ebből a Turai Hevesi György Általános Iskolában közel 150 millió forintot fordítottak a fejlesztésekre. Turaváros nevében Szendrei Ferenc, a település polgármestere köszönte meg a kormány és a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ képviselőinek a beruházásokat. Én úgy gondolom, hogy a magam nevében és Turaváros nevében nagyon-nagyon szépen megköszönjük azt, hogy a szűkös lehetőségben, itt azért komoly számok hangzottak el, de tudom azt, hogy mennyi pénz kéne, hogy mindenütt a lemaradó térségekben is szintre tudják hozni az iskolákat. Tudom, hogy ez csak egy csepp a tengerben, és annál jobban értékelem azt, és Turavárosa annál jobban értékeli azt, hogy ránk esett a választás, amikor ennek a pénznek körülbelül 100 helyen lenne még funkciója. A Turai Hevesi György Általános Iskola Hevesi úti épülete 1973 óta működik. Azóta sem energetikai, sem gépészeti felújítás nem történt az intézményben. Tusor Erzsébet, az általános iskolai igazgatója elmondta, nagyon örültek a pályázati lehetőségnek, hiszen ennek köszönhetően olyan több évtized esedékes felújítási munkák mehettek végbe az épületben, mint az utólagos külső oldali hőszigetelés, a homlokzati nyílászárók cseréje, a fűtési és használati melegvízrendszerek korszerűsítése, a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása, valamint napelemes és napkollektoros rendszerek telepítése. Március elején, március közepe táján kezdődtek a felújítások. Nyilván úgy oldottuk meg, minden héten volt egy ilyen menedzsment megbeszélés szerdánként, hogy a tanítást ne zavarják. És igazán a nagy munkálatokat a nyári szünetre irányították, igazították, és a többit, amit pedig el kellett már előre végezni, gépészeti munkákat, ilyen dolgokat, nagyon partnerek voltak, és főleg hétvégeken dolgoztak, vagy a későbbi órákban, délután, amikor már itt nem volt tanítás. Tehát emiatt igazán nem volt probléma a tanítással. Lehet érezni mind a ablakokon, mind a fűtésen, hogy sokkal kellemesebb, kiegyenlítődöttebb a légtér. Nincsenek olyan részek, ahol fáznak, és nincsenek olyan részek, ahol nagyon nagy meleg van. Valamint felújításra került a tornaterem, ami szintén nagyon nagy dolog, mert azok az ablakok, amik voltak, ezek üvegtéglák voltak, és már bizony forlattak, és ott nagyon-nagyon hideg volt. Hiába, hogy tornáztak, akkor is fázhattak a gyerekek, most viszont nagyon kellemes. A tavalyi tanévben Turán 592 általános iskolás gyermek tanult az iskola 4 különböző épületében. A felújított Hevesi úti intézménybe 279 felső tagozatos tanuló járt. A most megvalósult korszerűsítések energiahatékonysági és esztétikai előnyei nem csak a diákok tanuló környezetének, hanem a pedagógusok munkakörülményeinek javításához is hozzájárultak.